Szántó Dániel a következő vendégünk, első kötetes krimi szerző, eredeti foglalkozását nézve egyébként közgazdász és rettenetesen fiatal, de Revans című műve nagyon gyorsan lelkes kritikai visszhangot kapott, itt is van a kezemben, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok én is! Egy sorozat gyilkosság áll a középpontjában ennek a történetnek, amit ön írt, és egy magyar nyomozó, meg egy magyar nyomozók, nagyon, nagyon magyar történet, magyar sorozatgyilkosság. Van köze a martfűi rémről szóló történethez, ami ugye az ismert nagy magyar sorozatgyilkos történet, annyira, hogy most kerül a mozikba az erről szóló film, és néhány napja beszélgettünk róla itt a stadionban. Volt szerencsém látni egyébként a martfűi rémet a hétfői nap folyamán, és hozzá kell tennem, hogy egy minőségi magyar krimi, már ami a filmvilágot illeti, viszont a könyv az abszolút független ettől, tehát a puszta véletlen, hogy pont egy időben jelent meg ez a kettő. Hozzá kell tennem azt is, hogy azért nem lehet szemet hunyni a fölött az 50-60 év felett, ami eltelt ugye a martfűi rém sorozatgyilkosság után, vagy óta, hiszen a Revans mindenképpen napjaink Budapestjét mutatja be, napi viszonyokat, tehát az aktuális Magyarországot mutatja mindenképpen be, és hozzá kell tenni azt is, hogy a nyomozások felderítése, annak a metódusa nagyon sokat változott 60 év alatt, tehát maga a technológiai fejlettségről beszélhetünk itt, hogy a gyanúsítottakat azonosítani az új lenyomattal lehet például a DNS mintavétellel, hogy ezek akkor még nem feltétlen voltak meg, most már mindenképpen jelen vannak, és a Revans az mindenképpen az aktuális helyzetet mutatja be, tehát ebben a környezetben akartam mindenképpen belehelyezni ezt a sorozatgyilkosságot, illetve még egy dolgot hozzátennék, hogy ez egy fiktív történet, ha bár valós alapokon nyugszik, vagy van fekszik, tehát a mai Magyarországon játszódik, viszont maga a történet cselekménye az mindenképpen fikció. És honnan van egy 20 éves közgazdász végzettségű fiatalembernek, aki eddig multinacionális cégeknél dolgozott, egyáltalán tudása arról, hogy változtak ezek az eljárások, technológiák, amikről az előbb beszélt, hogy zajlanak a magyar nyomozások, vagy egyáltalán milyen valós alapjai lehetnek egy sorozatgyilkos sztorinak? Igen, hát mindenképpen kettő alappillére van szerintem egy jó kriminek. Az egyik a megtervezettség, a másik pedig a valóság. Ugye a megtervezettséghez és a valósághoz is hozzátartozik az, hogy utána kell járni ezeknek az információknak. Én például voltam személy szerint börtönlátogatáson, meg akartam nézni, hogy mentálisan hogy viselkednek ezek a rabok, hogyan viselkednek maguk a börtönőrök, illetve hát nyomozati anyagokat néztem át. Az internet azért nagy segítségemre van mai világban, illetve van ismerettségem is, hát illetve kapcsolataim a rendőrség berkein belül, tehát hiteles információkat próbáltam szerezni, hiszen egy krimi akkor lehet realisztikus, hogyha egy hiteles körítése van körülvéve az egész. Tehát gyilkosokat látogatott a börtönben? Hát konkrétan nem beszéltem velük, de igen, láttam azt, hogy milyen környezetben élnek, illetve hát hallottam történeteket, hogy viselkednek. Ez mindenképpen fontos, hogy megismerjen magának ugye a gyilkosoknak a felfogását, a gondolatmenetét. Ugye kettőfajta sorozatgyilkosról beszéltünk, a pszichopata sorozatgyilkosról és a szociopata sorozatgyilkosról. A pszichopata sorozatgyilkos az, aki előre megtervez mindent, nem hagy maga után hátra nyomokat, tehát hogy nem rendelkezik a deviáns viselkedés formával, amivel mondjuk a szociopata, és sokkal nehezebb egy ilyen gyilkost kézre keríteni. Tehát mindenképpen egy nehezebb feladvány elé állítja a rendőrséget, és magában a Revansban is egy pszichopata sorozatgyilkos az, aki elköveti ezeket a bűneseteket. És mivel általában ezek a pszichopata sorozatgyilkosok magasabb intelligencia hányadossal vannak megáldva, ezért jóval nehezebb őket elkapni, és ez az a rejtvény, ez az a talány, ami engem mindig vonzott, hogy a rossz oldalon van egy kiemelkedő karakter, akkor hogy lehet őt kézre keríteni? Tehát a másik oldalon is általában jó oldalon is szokott lenni egy kiemelkedő karakter, és két elmének az összecsapásából, hogy kerekedik ki végül a jó győztesen, már ha kikerekedik egyáltalán. Ugye. És miért kezdte érdekelni ez az egész terület? Hát olvasni mindig is szerettem, és a 20-as éveim elején fordultam a krimik irányába, mivel ebben megvan az akciódús töltet, amire szükségem volt, mind a mellett, hogy egy logikai összetettségre épül. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy egy aktív fantáziavilágot hív elő az olvasóból, hanem arról is, hogy sok szálon futók ezek a történetek, tehát különböző karaktereket mutat be, akik az elején nincsenek kapcsolatban egymással, viszont egy idő után már összekapcsolódik az élethelyzet úgy hozza, hogy valamilyen formába kapcsolódnak egymáshoz. És ahogy olvastam ezeket a könyveket, olvastam jó néhány olyat, amit több százezer példány beadtak világszerte, és nagy elvárással ültem, levettem a kezembe a könyvet, és sajnos tapasztaltam olyat, amikor a marketing adta el a könyvet, és nem pedig a tartalom, hiszen nem volt olyan jó, mint ami ennek kellett volna lennie. Ez
ez inspirált arra, hogy igazából megírjak egy történetet. De akkor azt gondolt, hogy na, ilyet én is tudok írni, leült és megírta. Kicsit elrugaszkodott gondolat, de igen. És alkotott egy főhőst is, Várnai Bennetnek hívják azt a magyar nyomozót, aki felgöngyölíti az ügyet. Amikor azt mondta, hogy valós alapokra épül a történet, akkor ez a bűnözők világán kívül erre a konkrét figurára is vonatkozik, mert hogy egy elég ellentmondásos ember, akinek a saját múltja sem patyalat tiszta. Igen, hát annyiba valósághű, hogy a környezetemben élőknél tapasztalatokat építettem bele ezekbe a karakterekbe. Tehát összegyúrtam őket, olyan nincs, hogy Várnai Bennet létezik, viszont Várnai Bennet bizonyos ellenvonásai léteznek a való világban. Tehát, hogy ilyen szempontból mindenképpen valós maga a karakter, és valós, életszerű a szituáció is. Ugye ki ő? Hát ő egy a magyar sztárnyomozó tulajdonképpen. Nem sztárnyomozó, mert kiküldetésben volt Mexikóban, amikor hazaérkezett, akkor történt az első gyilkosság, és egyből belevonták ebbe a gyilkossági esetnek a felderítésébe. És hát ahogy ön is mondta, egy ellentmondásos figurája, úgymond a rendőrségnek. És azért is fontos az ellentmondás, mert az olvasó sokkal könnyebben tud azonosulni egy ellentmondásos karakterrel, hiszen nekünk is vannak hibáink, önzőek vagyunk mi is, ugyanúgy rendelkezünk ilyen személyiségi jellemzőkkel, és ezért könnyebb azonosulni ezekkel a karakterekkel. Ha az ember megalkot egy ilyen figurát, akkor legalábbis a krimi irodalomban általában ez arról is szól, hogy utána újabb és újabb történetekbe vonja be, ön is ezt tervezi? Igen, hagytam nyitva kérdéseket, úgyhogy mindenképpen tervezem a folytatást, illetve hát a nagy vágyom az, hogy majd egyszer filmre vigyük magát ezt a történetet. Mindenképpen a célom az, hogy az olvasónak lehetőséget biztosítsak együtt nyomozni ezekkel a képzeletbeli karakterekkel, lehetőséget adjak nekik elvetni, vagy éppen elfogadni elméleteket. Tehát ebbe a világba akarok egy bepillantást engedni az olvasónak, azáltal leírom ezeket a mondatokat, sorokat, történeteket, úgy, hogy egyfajta adrenalint is hozzak nekik az életükbe. Köszönöm szépen, hogy gratulálok a köszönöm szépen. Thank you.